a hangversenyeznék, szól az egyik első kritika Geyer Steffi játékáról, csodálatos mozdulatokkal, virtuozitással és nem utolsó sorban utánozhatatlan pályával, a 20. század egyik legjelentősebb hazai hegedű művésznője volt. Tehetségét elismerte többek között Bartók Béla, vagy éppen Alban Berg is. Csaba, önöknek miért fontos az, hogy a, nem is tudom, felelősséget vállaljanak a kulturális értelemben napjainkban az ilyen típusú rendezvényekért? Sok szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Hát Magyarország történelmében két olyan időszak volt, amikor próbáltuk Ausztriának a GDP-jét elérni, ez az első világháború előtti 30 év, illetve a második világháború előtti 20 év. Mind a két időszakra az volt a jellemző, hogy egyébként nagyon fejlett volt a gazdaság, nagyon innovatív volt a társadalom, és ez adott egyébként alapot és lehetőséget arra, hogy a kultúra és a művészek is kiemelkedő alkotásokat hozzanak létre. Én azt gondolom, hogy ez lenne ma is a feladatunk, hogy egy erős gazdaságban egyébként a mai élő művészeket próbáljuk támogatni, lehetőséget adni, megjelenést nyújtani nekik, úgyhogy a jobb agyféltekés, illetve a bal agyféltekés embereket középre hozzuk a Cipernovszky házba, ezért is a neve egyébként Tudományos és Művészetek háza. És mert negyed évente váltakoznak a tudományos és művészeti kiállítások. Két havonta, három havonta változnak, úgyhogy a múltat nem elfelejtve, tehát megemlékezve egyébként azokról, akik minket ide eljuttattak, ahol most vagyunk, és gondoskodni azokról, akik egyébként pedig a mai Magyarországot élettel tudják megtölteni. Nagyon színes programra számíthatnak azok, akik ellátogatnak a Budapesti Műszaki Egyetem dísztermébe. A megnyitóra, hiszen több előadás után a Cipernovszky házba átvonulva nagyon abszolút töltekezhetnek ebből a témából, illetve mindkét oldaláról. És ha jól tudom, lesznek előadások. Igen, előadások, hiszen hát, ha Cipernovszkyról beszélünk, akkor ne felejtsük el, hogy annak, ami ma Magyarországon villamosipar, annak, ami villamos energia ellátás, annak Cipernovszky Károly volt az atya. Ez egy kiváló család volt, hogy mennyire kiváló, arról még fogunk egy pár szót hallani, pontosan olyan alapon, hogy a tudomány, a technika és a művészet területén is nagyon sokat adtak ennek a társadalomnak, és akkor tulajdonképpen ez a jobb és bal agyfélteke túlzott elkülönítése az nem jelenik meg, mert igenis egy művelt ember képes arra, hogy mind a két irány. Neves feltaláló volt. Ő volt az első vezetője, az első magyarországi elektrotechnikai kis üzemnek, a GANC villamossági osztályának 25 évesen lett a vezetője, és ez a kis üzem, ez 11-nehány év alatt egy több mint 1000 fős európai vagy világszínvonalon levő céggé fejlődött ki. Tehát szeretnék visszatérni azt, hogy Geyer Steffivel vezettem fel a beszélgetést. Így van, nem véletlen, hiszen az ő unokahuga volt Geyer Steffi. Igen, Steffi munkássága pedig háza szakterülete, aki szintén előad. Igen, így van, amikor október elején a lemez bemutatóm kapcsán első alkalommal vendég lehettem itt, akkor még nem tudhattam, hogy ezen a lemez bemutató koncerten Mészáros Csabával fogok megismerkedni, és én a Zürichi Zeneművészeti Főiskolának végzek két éve egy ilyen kutatási programot, amiben a hegedűművésznő életét tárom fel. És ez az első nagyon szép ünnepélyes alkalom annak, hogy az ő életéből megtekinthető a kiállítás. Mert hogy olyan fotókat láthatnak majd az érdeklődők, amiket eddig még soha, és hogyha jól tudom, a teljes anyagból jövőre pedig majd könyvpublikáció is. Igen, terveink szerint ezt így szeretnénk. A megnyitón pedig azokat a műveket is lehet majd hallani, amiket kifejezetten Steffi Geyernek írta, komponáltak zeneszerzők. Így van, tehát Bartók Béla művei mellett más, ma kevésbé ismert zeneszerzők is hallhatók, mint Johan Halvorsen. Ő Grieg mellett a norvég zenei élet egyik jelentős tagja volt, és Ottmar Sök, aki pedig Steffi másik nagy hódolója volt. Elképesztő, hogy mindenki beleszeretett. Hát Bartók Béla elég első nagyszerelme volt. És neki írta az első hegedű versenyt. Így van, igen. 1907-1908 elején.
Hát nem mondom, nagyon izgalmas kutatási terület, és hogyha az elektrotechnikáról beszélünk, hát bizony ott is van rengeteg információ és innováció. Gondolom oka volt annak, hogy a Bartók Béla után nem egy újabb galériát nyitotta az Evo Holding támogatásával, Csaba. Itt van. Talán, hogy milyen jelentőségű volt ez a család, illetve a Cipernovszkék munkássága a GANC-ba. Még egy dolgot hadd említsek meg. Szokás ma egy kicsit elítélni azt, ha a mainstream-mel szemben megyünk mondjuk gazdaságpolitikában. Az elektrotechnikában a 1800-as évek végén mindenki DC, egyenáramú világítástechnikával, illetve gépekkel dolgozott. Magyarország volt az, három Cipernovszky mellett még két kutató, aki bevezett a váltóáramot a világba. Szembe ment a világgal, ma mindenhol a világban váltóáram van, tehát ha a konnektorba valahol bedugunk valami kis készüléket, az váltóáramon működik. Hatással voltunk a világra, ezek az emberek mertek nagyot álmodni, és addig, amíg Edison, a Siemens az egyenáramot istenítette nyugaton, ők a váltóáramot. Edison saját maga jött a 9-es számú transformátorért Budapestre, és hajózott át az óceánon. Fontos szerintem megemlékezni ezekről a tudósainkról, mérnökeinkről, hisz maga a társadalom azért egy picit olyan inkább, hogy szívesebben a nagy politikusainkat, íróinkat helyesen emeljük ki, viszont háttérbe szorulnak azok a műszaki értelmiségek, akik megváltoztatták a világot. Nagyon szépen köszönjük. Ennyi volt a hétvégi belépő első órája, még a Pacsi zenél nekünk, azt megvárjuk együtt, és aztán jön vissza a második órával.